Iya, ada tempat berbicara. Apabila kasih nafsu yang khusus dipasir dibandingkan, silurkan, dan silurkan, telarun kau, bisa mengkosur korban, apabila kau mengusir kostai. Bagi yang mengusir kostai, bisa jaga, apabila kau memberangkat, isyak karisma. Megmaradtunk igaznak, szívben és lélekben egyre. Rátok nézett,
nem osztálytársakat látod, hanem barátokat, és talán egy nagy családot. Még olyan sok személy is az. Ezek az évek, amiket eltöltöttünk, összekovázottak minket. Most, hogy itt állok, megromlik az emlékek, úgy látod, ti is itt vagyok ezzel. De már felvettünk. Most már biztos a helyén van az eszünk és a szívünk. Megtanultunk együtt sok mindent, és itt nem otthon tárgyak a gondolatokban. Életbeli dolgok, de tartásunk, eszünk, elő. Végtelenségük szórakoztam ezeket. Eljött már az idő, hogy tovább kell haladni. Ez az idő itt van. De ez nem egy vég, hanem ez egy kezdet. Most kezdődik az ideg igazi élet, amelyben keményen el tudunk állni. Ez a Hungáriának köszönhető. Tanárainknak, de belülünknek, se egymásnak. Mi megcsináljuk. Az osztály nevében bátran mondom, köszönjük ezt a csodát, kedves évet. Felkérem, Márkus Zoltán osztálytörökről, hogy búcsúzzon el az osztálytól. Neki nem kéne vissza. Kedves 8. osztály! Aki úgy fejezte be a diák köszöntését, hogy mit megcsinál? Ő lesz el első személyen beszél. Hasonlóképpen folytatnám szavaimat, itt egy kicsit közöbb leszek. Egyesztel első személy használ. Én megcsinálom. Mondhatom, hogy örömbe jöttem minden nap hozzátok. Igazán boldog voltam, hogy ilyen osztálya lehetek, és ezért még fizetést is kaptam. Nem tudom, hogy ennél többet el lehet-e érni munka, vagy munkahelyet tettetében. Nekem is sikerült, legalábbis érjen mindenki. Ehhez persze kellett egy ilyen iskola, egy ilyen csapat, amilyenek ti voltatok. Megváltozik pedig jó óta, kitelt értelemben mondhatom, hogy az ember nagyon szereti az ő gyerekét, és azt nehezen engedi az ismeretlen felé. Így vagyok most veletek is, nehéz szívvel mondom az üres osztályteremre, hogy az éppen múlt zajlott utolsó percénkre. Ugyanakkor ismerve az elmúlt évek munkáját, körülményként bánatait, biztosan tudom, hogy gazdagon és jó alapban indultok tovább. Ennek a munkának nem csak érjük ugyanélni, hanem valamilyen így dolgozó és szülő is részes. Büszke vagyok rátok, büszkét lehetek rátok. Ismerjük a történetet a szegény ember, vagyok a fia szerencse próbáljának. Mindig akad valami, a másnál egy-egy jó szóra való. Mi más lehetnék most mi is? De hogy egy kicsit hozzateszéljek, egy Picasso gondolatok idézetet szeretnék megosztani. Így szól. Sok idő múlik el, míg az ember gyerek lesz. Ez a mondat nem csak a művészet szempontjából igaz, mert hát valóban sok idő múlik el, míg az ember lelelkezi rátársait, félelmeit, társát, annak tudását, valami magasztosabb cél érdekében. Addig viszont, és ez az addig bizony egy emberöltől, tisztesség és egy tiszta lelkismerettel, csak a megszerzett tudással tudok boldogulni. Kívánom, hogy egy sikerült videónak. Én is köszöntöm a hallgatás ünnepségünkön megjelent szülőket, hozzátartozókat, intézmény munkatársait, övendékeinket, és minden előtt benneteket, búcsúzódók, nyolcadásokat. Biztos van köztetek olyan, amit azt mondja, hogy vége eljött, hiszen még itt voltatok, nem akarok mutatni, de néhány kifejezés.
nagyon várjuk erre a pillanatra, hogy innen megszabaduljon. Ugyanakkor az eredetek elhangzottakban is kiderül, hogy jó közösséget alkottatok, és alapvetően jól éreztetek magatokat ennek örökre. Aki megismer most nem így gondolja, majd idővel biztos, hogy megszépülnek a dolgok. Mi azon gondolunk, hogy segítsünk nektek, olyan az intézmény, mint egy inkubátor. Ugyanaz az a szeretetet, amiben az újszülöttet teszik, hogyha az édesanyag kockából kibújva, nem tudnék megfelelni az e világi követelményeknek. Ezért aztán ebben a szerkezetben átragadták egy darabig, amikor már alkalmassá válik arra, hogy ennek is tudjon élni. Hát itt mi próbáltunk nektek nagyon sokat segíteni. Ti persze próbáltátok feszegetni a határokat, mindig más többet tenni, pedig mi csak azon voltunk, hogy azt és úgy tegyétek, ami számotokra jó. Kipling a Dzsungel könyve című művét valószínűleg rajzfilmből legalább, vagy esetleg a Évek óta nagy sikerülőben műzikerből ismertek, érdemes elolvasni is. Nos, ebben a művben a fóka mondja a csemetéjének, ne úsz, még nem vagy hatatás. 25 süllyed, tartod is el. Ünnyi arcú, rád bánál este fog a csemete. De passolj, erősödj, és rosszabb sem kezdő. Hát azon voltunk, hogy érdemes segítsünk számotokra. Remélem, hogy sikeres volt. Az általános a feladat, hogy megteremts az alapokat a későbbi munkához. Bízom benne, hogy így lesz a dolog, és sikerül majd elvégezni azt az iskolát, amelyeket kiválasztottak. És így aztán szakmát szerezünk, hogy leérettségizünk, hogy még tovább lépni. Ehhez persze nagyon sok munkára van szükség. Vannak köztetek, akik jelezték, hogy szeretnének itt maradni, kollégistaként. Ígérem, hogy hozzájuk szigorúak leszünk, és megpróbálunk minden segítséget megadni. A többiek pedig támaszkodjon a saját magukra, a szüleikre és az egyszerűen ismeretekre, és úgy próbáljuk meg tovább lépni. Mi annak örülnénk, hogyha 3-4 év múlva minél többen jönnének vissza, hogy szakmát szereztek, esetleg lehelyettségiztek. Végezetül pedig tankeretünk igazgatója megkérte arra, hogy az ő üdvözletét is olvassam föl számotokra, úgyhogy ezt megtenném. Kedves búcsúzó 8. osztályos diák! A mai ünnepi alkalommal búcsúztatok az iskolától, egymástól, tanáraitoktól, akik eddig tanultatok, dolgoztatok, és sok hasznosságot töltöttek el az elmúlt években. Miközben a búcsúzás elköszönés pillanatait égetek át, még nem is tudjátok, idővel milyen értékes emléki válaszik meg egy pillanatot, hogy fejlették el ennek az itt kötetett barátságot, és milyen sok értékes tudásra jöttek tovább az életet. Kívánom nektek, hogy a tudás után ne álljatok meg, éljetek el oda, ahol szeretnétek eljutni. Váljatok azzá, akivel lenni szeretnétek, és hasznos dolgokat vigyetek véghez, miközben kívánom, hogy boldog embernek érezzétek magatokat. Mindenkinek vár egy új iskola, új barátokkal, új tanárokkal és új ismeretekkel. Legyetek nyitottak az új feladatokra, és ne felejtjétek, az élet és a tudás maga egy csoda, és ti ennek a csodának részesei. Ezen gondolatokkal engedünk el benneteket a tankerületi iskolájából, és kívánunk sok sikert az életben. Üdvözlettel, hogy valamelyik a feketeitek a tankerületi iskolájából. Én is kívánok nektek ezt, amit korábban elmondtam, és hát persze utoljára majd még valamelyik egyszerűen az értületen, búcsúzatok el.
csak az épülettől, hanem diáknesektől nevelőtől is. Megkérem a kedves vendégeket, hogy vegyék át a hallgató diákoknak a videókat, és erdési partnerek gondoskodása is.